Köszi, csókolom, szép jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. November 20-a a gyermekjogok világnapja. Ezen a napon minden nemzetnek számot kell vetnie azzal, hogyan bánik a gyermekeivel. Ma arányaiban sehol sem éhezik annyi gyermek az Európai Unióban, mint Magyarországon. Amíg a hatalom helikopterezik, kastélyt, földet, szállodát szerez, a kutatások szerint legalább 200 ezer magyar gyermeknek az éhezés jut osztályrészül. Ide vezetett, hogy 10 éve nem emelkedett a családi pótlék, és nincs óvodai, iskolai étkeztetés hétvégén, illetve szünőben. Egy gyermek ma kilakoltatással szemben sem élvez állami védelmet, a kormány a gyermekes családokat is kilakoltatja. Az Orbán kormány nem segíti, hanem bünteti a magyar gyermekeket, nem számolta fel a gyermekéhezést, a 2018 nem a családok, hanem a kilakoltatások éve. Az elmúlt években a kormány 100 000 embert tett úgy az utcára, hogy a családban kisgyermek is volt, és ez egy európai országban, egy európai Magyarországon nem fordulhatna elő. A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy a gyermekeket sem éhezetni, se kilakoltatni ne lehessen. A DK szerint mindent elmond egy nemzetről, hogy hogyan bánik a gyermekekkel, az orbáni Magyarországon pedig katasztrofális állapotban vannak a gyermekjogok. Nekünk, európai magyaroknak elegünk van abból, hogy amíg az emberek az Orbán csomag megszorításait fizetik, nem védi semmivel és semmi a gyermekeket sem. A DK szerint növelni kell a gyermekszegénységet csökkentő kiadásokat, napi háromszori étkezést kell nyújtani hétvégén és ünnepnapokon is minden rászoruló gyermeknek, valamint egyetlen gyermekes családot sem szabad kilakoltatni. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Erről más témáról. Parancsolj. Igen, más témában kérdezem ki, valamint az elterjedőről a DK irodáját érintő tűzzel kapcsolatban, hogy olyan kérdés, hogy az állami számolói szék annak ellenére, hogy a kérdésült a dokumentumok, ezeket várja az esetékes beszámoló beállítás. Voltak ezekről a másolatok, a DK be tudja ezeket szerezni, a legfontosabb iratokat máshol is tárolták, publikálták, szóval, hogy mi lesz ezzel? Az állami számvevőszék is elismeri a közleményében, hogy az idei kampányra az összes dokumentumot megkapták, ezt ők sem vitatják. Ha az állami számvevőszék úgy gondolja, hogy ezt a helyzetet kihasználva a jövő évi esedékes ellenőrzéskor a kormány bunkós botjaként kíván működni, akkor a Demokratikus Koalíció nyilván ellent fog állni. A számlákat pedig természetesen igyekszünk beszerezni, amennyit csak lehetséges ezekből. Igen. Maradjunk ennél a témánál. Gyurcsán Ferenc Facebook posztban van szemére, várja az utalásokat a támogatóitól. Viszont ugye az önkormányzati képviselőknek annan jól jár iroda bérleti díj, de itt van a Demokratikus Koalíció új sajtószobája, illetve irodái. Biztosítása is volt, hogy az épületnek biztosítási eljárás, ez zajlik, az akár több hónap is lehet, és addig hát működni kell. Tehát mondjuk csak példát mondok, a letopok oda a tűzmarlékával álltak, nyilván ezt kell fordulni kell, és nagyszerű tapasztalni, hogy az elmúlt másfél napban már több millió forint gyűlt össze ezeken a számlákon. És arra egyébként, ha ne információk be tudnak arról valamit, hogy ha megérkezik az biztosítási pénz, akkor ezeket az összegeket vissza fogják utalni a támogatóknak, vagy ezt a Demokratikus Koalíció mint adományt fel fogja használni most újság vásárlása, és nem is utal vissza. Ezeket már most fel kell majd használni nyilvánvalóan, hiszen a napi működésünkhöz szükség van. De amikor megérkezik a biztosítási összeg, nyilván lesz a Demokratikus Koalíció, akkor ez a plusz másfél millió forint, ami most összegyűlt, ennek mi lesz a sorsa? Hallott ön már olyan biztosítást, ami pontosan nullára fedezte valakinek a kárát? Nincs ilyen. Tehát ha egy autó, egy 2 milliós autó totálkáros, akkor fizetnek 2 millió forintot, valamennyit kifizetnek belőle, de nyilvánvalóan arra nem lehet számítani, hogy minden létező ingóságot ki fog fizetni a biztosító. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, de hát a működést addig is biztosítani kell. Más témában is szeretnék kérdezni, ha lehet. Az
Interpol nemzetközi felelőzést adott ki Gyurcsány Ferenc üzletársa ellen. Most idézem az újjában nevét, elnézést a rosszok kérdésen Svetlán Vasilyevát, akit egyébként 600 milliárd forintnak megfelelő vásárolnak. Gyurcsány Ferenc többször is üzletelt vele ezt, maga a pártelnök is elismerte, hogy az Artuson keresztül Macedóniában, Bulgáriában és egyéb országokban. A demokratikus koalíció és Gyurcsány Ferenc miért nem határolódik el ettől az embertől? Mikor üzletelt Gyurcsány Ferenc ezzel az emberrel? Az Artus ZRT-n keresztül. Mikor? Üzlete is volt. Hát korábban, amikor az Artus ZRT... Kérnék egy időpontot, hogy ez mikor történhetett? Hát egyébként az Artus ZRT honlapján is található ezzel kapcsolatban időpont. Én pontos dátumot nem tudok. Hát ez egy probléma. Gruevszki úrral is találkoztak nagyon sokan, csak Gyurcsány Ferenc is 2006-ban, csak akkor még nem volt elítélt bűnöző. Ez egy jelentős különbség. És most a demokratikus koalíció, Vasilyev úr, miköze van a demokratikus koalíciónak ahhoz, hogy egy másik országban esetleg jogi eljárás alá vonnak egy üzletembert? Miköze van ennek a demokratikus koalíció? Óvatosan fogalmazzon, Gyurcsány Ferencnek nincsen üzlettársa. Soha nem is volt az üzlettársa? Azt én nem tudom, hogy volt-e, de akkor nem volt eljárás ellene, gondolom én. Tehát az, hogy Simonka György ellen eljárás indult, akkor most az összes osztálytársának el kellene határolódni attól, hogy egy osztályba jártak Simonka Györgyel. Üzlettársra van szó, nem osztálytársra. Az mindegy. Ebből a szempontból azt gondolom. Tehát az, hogy valaki valakinek valamikor az üzlettársa volt, és később az illető elkövetett egy bűncselekményt, ne komolytalankodjunk szerintem. Igen? Most hát elmegy kiadó, ha beigazolódna pár éteres mondban, hogy volt közöttük üzleti kapcsolat korábban, kapcsolatban álltak egymással, akkor hogyan reagálnak annak jövőben, hogy ennyi bűnzel? Én nem tudom, hogy itt... De én nem tudom, hogy egyáltalán volt-e üzleti kapcsolat, nem tudom, hogy ismerik-e egymást. Ha volt, akkor az nem arra az időszakra esik, amikor ez a eljárás, gondolom, megindult ezzel az ember ellen. Gondolom, most indult meg ilyen eljárás? Most adott ki az Interpol egy nemzetközi. Hát akkor? Tehát az, hogy 15 évvel ezelőtt mi történt, hát vagy 10 évvel, vagy nem tudom néhány, 20 évvel ezelőtt. Hát miért kéne attól valakinek elhatárolódni? Tehát ez, amit ha most valaki főszólít, Orbán Viktor, hogy határolódjon el valakitől, aki 15 évvel ezelőtt elkövetett a Fidesz környékén egy bűncselekmény. Mi köze van neki ahhoz? És most éppen elindul a eljárás. Egy másik ország belügye intézik, akinek intéznie kell. Mit tud ezzel kapcsolatban mondani, hogy az Artus érdekelne az egész Balkánnak a sajtóhírek? Milyen sajtóhírek szólnak erről? 888 vagy a Riposztra tetszik gondolni, vagy a... Igen. Milyen kapcsolatai vannak az Artusnak a Balkánnal? Mit tud erről? Szerintem ne komolytalankodjunk. Gyurcsány Ferencnek nincsenek ilyen típusú kapcsolatai, és szerintem sajtóhíreknek ne nevezzük azt, hogy a Fidesz tőlünk lopott pénzéből álhíreket kreálnak. Szeretném, hogy szó szerint lenne ez az érzett mondatom. Mert ha nem, akkor be fogom perelni. Köszönöm szépen. Igen. Milyen következmény? Hogy valakivel kapcsolatban állt az ország egykori miniszterelnöke 20-valahány éve, vagy 10-valahány éve, és... Én nem tudom, hogy mikor volt ilyen. Én honnan úgy? De hölgyem, szerintem ne komolytalankodjon. Tehát az, hogy valakinek volt valamikor üzleti kapcsolata valakivel, aki aztán x évvel később elkövetett egy bűncselekményt, szerintem őrizze meg a szakmai méltóságát, amennyiben ez lehetséges. Én tudom, hogy onnan ez nem könnyű, mert a mi pénzükből önnek az a dolga, hogy minket csak üssör és verjen, de mondom, készen állok arra, hogy ha igaztalan vádakat fognak sorolni a tévében, akkor ismét pert fogunk indítani, és megint sok pénzt fogunk rajta keresni, majd segít a károk enyhítésében. De nem személyes, de csak azt mondom, hogy az igazságtalanság, a csúsztatás, meg a hazugság ellen eddig azt hiszem, hogy 150 pert nyert meg a demokratikus koalíció az önök sajtótermékeivel szemben. Tehát tagadja akkor, hogy kapcsolatban állt ezzel az emberrel? Nem tagadtam semmit, nem ismerem ezt, hogy ez mi történt, én csak annyit állítok, és ezt most is állítom, hogyha valakivel
valaki x évvel később elkövet egy bűncselekményt, azért az, aki egykor valakinek valakije volt, azért az nem felelős nyilván. Tehát ha az ön egykori barátja mondjuk betöréses lopást követett el, akkor most önt kéne lengére állítani, hogy ismerte ezt az embert. Mi köze van önnek ehhez? Most ezzel azt mondja, hogy ismerhetés Gyurcsány. Hát mi? Én nem ezt mondtam, én nem zártam ki, azt mondtam, nincsen információ. Nagyon óvatosan fogalmaztam. És... Azért is ez a kérdés, hogyha kapcsolatban állnak, akkor lehet milyen következő? Kapcsolatban állnak. Állhatnak. Nagyon vigyázzon a szavaira, szeretném, hogy nagyon vigyázzon a szavaira, mert videófelvétel készül. Jó, csak szeretném jelezni, hogy óvatosan legyen ez ügyben. Jó? Köszönöm szépen.